A TASZ évek óta nem vett részt a parlament bizottságának ülésén. Most végre eljött a mi időnk. A Társaság a Szabadságjogért munkatársaiként jelentkezett 4 munkatárs, akik azzal a kérelemmel fordultak a bizottsághoz, hogy ők szeretnének szót kapni a bizottság ülésén. Ez az országgyűlési törvény alapján nem lehetséges, úgyhogy én... Na, bocsánat, van egy lehetőség, hogyha a bizottság támogatja. Kérdezem, hogy a hozzászólás ki támogatja. 5 támogatás. Igen, ki nem támogatja. Tartózkodott 1 szav, tartózkodás mellett a bizottság. Nem beszélhettünk. Nem számítottunk másra. Én az elmúlt 2 nap alatt több mint 300 e-mailt kaptam annak érdekében, hogy ezt a tárgysorozatba vételt támogassák. Ez a sok e-mail mind tőletek jött. Köszönjük! Veszprémi képviselőként én is tapasztalom azt, hogy főleg vidéken mennyire megnehezíti a polgároknak az életét az, hogy a helyi hatalomnak a képviselői különböző jogi eszközökkel tololják meg az őket érő kritikákat. Ezen változtatni kell, a közszereplőnek igenis tűrnie kell az erős kritikát, ezért is támogatom a TASZ-nak a kezdeményezését. Ne legyenek a közszereplőnek plusz jogai, abszolút igaz. Én ezt egyébként vessenek rám követ, de egy a kommunizmusból maradt zárványnak tartom. Az indoklásban szerepel egy olyan mondat, ami már az elején szemet szúrt nekem. Azt mondja, hogy a polgári törvénykönyv jelenlegi szabályai. Megkeresem az indoklást pontosan. Közszereplők személyiségjogai. Nem tudom, hogy hol van ez a mondat, de mindjárt megpróbálom megtalálni. Lehet úgy is kritizálni, hogy mondjuk gyalászkodó megnyilvánulásokat nem tesz valaki. Bárándi Gergely elég jól összefoglalta az én érveimet is, hogy így mondjam. Örülünk, hogy ilyen nagy az egyetértés a Fidesz és az MSZP között. A gyűlöletbeszéd elharapózásához ez a fajta jogi felfogás vezetett, mert azért a 90-es évek elejétől az alkotmánybíróság és bírósági gyakorlaton át szépen kimutatható, hogy... Hogy jön ide a gyűlöletbeszéd? Mert senki nem mondja nekem, hogyha valaki becsületsértés, rágalmazásnak a sértetje, és ő egy közszereplő hivatalos személy, és ebben az esetben az ügyészség fogja a közvádas eljárást megindítani, hogy ez pont ugyanannyit ér, mint egy magánvádas büntető eljárás. Nem igaz, hogy ugyanannyit ér. Ez volt az a bizottsági ülés, ahol a Jobbik védte az emberi jogokat. 3, igen. Ki van ellene? 9 ellene, és ezzel a napirendet befejeztük. A szabad közbeszédről szóló törvényjavaslat nem került az országgyűlés elé. Mi azonban nem állunk meg. Továbbra is megteszünk mindent a szabad vitáért. Például képviseljük azokat, akiket jogi eljárásokkal fenyegetnek a véleményük kinyilvánítása miatt. Kattints a politikus.tasz.hu-ra, és tegyél te is a szabadabb közbeszédért.